Üdv mindenkinek, hogyha a görög forrásokat kutatjuk Skita ügyben, akkor sokunknak adott jut elsőként eszébe. Viszont ő csak 11. volt a sorban. Őt megelőzően 10 másik útfő már értekezett a Skitákról, ki rövidebb, ki hosszabb terjedelemben. És bizony bizony már a Krisztus előtt, 700-as évektől kezdődően rendelkezünk görög forrásokkal, a szkítákról. Ebben a véletlen videósorozatban az első rész ezt a Hérodotoszig tartó időszakot öleli fel, ami mondom még egyszer, Krisztus 700-tól, hát Krisztus 484-ig tart, körülbelül akkor ért. Hérodotosz. Nézzük. Héziodosztól aki Krisztus előtt 700 körül élt, a 132. töredékében. Etiópokat és ligíszeket, a kancafejő szkítákat. Tehát itt ebből a forrásból kiderül, hogy lótejjel éltek a szkítákat, hát ugye a kumisz is ebből készül. Aztán Alkeus írja, Krisztus előtt 600 körül, 49. töredékében. Ahil lesz ki a szkít a földön uralkodol. Tehát Ahil lesznek nevezi a szkíták királyát. Aztán Anakreon született Krisztus előtt 559-ben, meghalt Krisztus előtt 474-ben. 55. dalában, 7-től 10. versében ezt írja. Rajta ide, ne üzzük többé így zajjal és lármával. Bor mellett az két a ivást. Aztán Hekáteusz írja, ki Krisztus előtt 549-től 477-ig élt, és 153-tól 179-ig töredékekben számol be a következőkről. Kár Kinnitisz Melánklánok, azaz fekete köpenyűek Szkita nép. Mirgéták Szkita nép, Matikéták Szkita nép, Kár város, Izepus Szkita nép, Edook nép, Jámok Szkita nép. Iszédónok, Szkita nép. Kaspapírus, Gandári város, a skíták tengermelléke. Aztán Eészil írja, Krisztus előtt 525-től 456-ig, Prométeus után, a földnek távol határára érkezünk. Az két a vidékre, a hozzáférhetetlen pusztaságban majd későbbiek folyamán, a 410-től 419. versben. Valamennyi halandó, Szent Ázsiának szomszédszékét lakja, nagy nyögésű nyomoraiddal együtt éreznek fájdalmat. A kiszi földet lakó, csatában rendületlenül szüzek. Ki az Amazonokról beszél. és a szkítasok sokaság, mely a föld legszélsőbb helyét, meó tisztala körül bírja. 709-711. vers. Jönni fogsz a ítákhoz, akik font tetők alatt magasan szép kerekű laknak. Messze lövő íjakkal lévén ellátva. Ezekhez ne közeledjél. Eumeni dákból is idéz. 701-703. Mind az országra, mind a városra nézve üdvhozó védszert bírhatnátok. Minőt senki nem bír az emberek közül sem a kitáknál, sem Pelops helyein. téba ellen. Értekezik? 729-730. vers. A sorsokat osztogatja az idegen Kalibsz. A szkíták gyarmatosa. A vagyonnak keserű osztogatója, a kegyetlen vas. 71. töredék. A kancatúrót evő, jó törvényű szkíták. Majd Pindár is ír a szkétákról, ki Krisztus előtt 521-ben született, és 441-ben hal meg. 72. töredék. A pásztori szkíták között kóborol, akinek nincs szekéren vitt háza. 181. töredék. Némely magokat tettető, skíta férfiak szóval ugyan gyűlölik a döglött lobat, mely mindenek láttára megvan van ölve. De alattomban lenyúzzák az állkapcsával együtt, görbe lábait és fejét. Innen keletkezett a közmondás. Szkíta a lovat. Azoktól, kik valamit alattomban megkívánnak, ne nyilvánosan utálják. Kratin folytatja 520-tól 423 Krisztus előtt. 66. töredék. Hipponix Szkíta, mivel vörös-sárga színű. Hérodor Herákleából, 515 körül, Krisztus előtt, 5. töledék. Herkules szkíta íjakkal élt, tanítatván a nyilazásra bizonyos Teutár nevű szkítától. Hát itt a tatár név lehet talán ismerős. 23. töredék. Prométeusz volt a szkíták királya. A nem bírván alatvalóinak élelmet adni, mivel a sas nevezetű folyó elárasztotta a lapájukat. Bilincsekbe verettetett a szkítáktól. De a megjelenő Herkules a folyót ugyan a tengerbe terelte. Innen keletkezett a mese, hogy Herkules megölte a sast. Prométeusz pedig feloldott a bilincseiből. Szofoklész. 497-től 406-ig. Krisztus előtt. 472. töredék. Szkít módra lenyúzatván a bőre törülközőnek. Hellánikus. Krisztus előtt 495-től 411-ig. 92. töredék. Aki a kimeni boszporon áthajózik, találja a szindokat, és ezen felül a mély jó tiszkítákat. 170. töredék Amadókok, szkíta nép. És akkor elérkezünk Hérodotoshoz, aki 484-ben született Krisztus előtt, és vagy 408-ban, vagy 406-ban, vagy 400-ban halt meg Krisztus előtt. Ő már terjedelmesebben ír a szkítákról, de ez majd egy következő videó témája lesz. Kösz a figyelmet!